Amikor a futás után a bátyámhoz ment, és addig az időpontig, amíg a Bacsisén szívtó le nem fordulta, volt-e olyan momentum, hogy a bátya bármilyet lehajolt a földre? Nem volt. Azért itt annyit hozzátennék, hogy, mint ahogy mondtam, 5 méteres körön belül voltunk egymáshoz, és volt látni való esemény. Tehát magyarán úgy pontosítom, hogy én nem vettem észre ilyesmit. Akkor úgy kérdezem, hogy amikor oda ment a bátyához a futás után, és addig az időpontig, amíg a Bacsisinszki úton lefordulta, akkor volt olyan idő, hogy nem között egymás mellett voltak, hanem 5 méteres körzeten belül voltak? Tudja, hogy nagyon nehezet kérdez. Azért kérdez nagyon nehezet, mert egy olyan területen álltunk és voltunk, ahova becsapódtak rendőri lövedékek. Amikor az ember tele van feszültséggel, egyfelől a elkeseredettségből, másfelől a kimondom őszintén a félelemből, egy zihált állapotban van, nem tudom, hogy ön hasonló helyzetet már életében megtapasztalta. Én azt tudom önnek mondani a távolságokat, hogyha maga elé képzeli azt, hogy miért hajoltam le a bátyám, miért egy ilyen helyzet után, egy teljesen előtelen helyzetben lévő szituációban, egy értelmes képzett ember, miért nem iszik, nem dohányzik, miért dobna valaki oda a követ. Amikor egyébként senki nem dobott követ, akkor majd a bátyám elkezd köskönni, és majd odahajít a 70 méterre álló rendőröktől egy követ. Miután meghajtották. Annyira életszerűen, ez én megítélésem szerint, hogy hihetetlen. A másik, hogy azért, mint ahogy mondom, mert hülyésen vagyunk, az ember látta a rendőrségi kamerákat rendőrök kezében, látta különböző kereskedelmi tévéknek a filmfelvevőit, hogy ott vannak, jelen vannak, gondolom, be is kapcsolták, hiszen volt mit rögzíteni a kameráknak, tehát hülyésen vagyunk, tehát miért ezt mondhatjuk volna. Jó, tehát azt elmondta, hogy miért életszerűen ez a cselekmény, amivel vágyják a bátyát. De a kérdés, hogy mindig kaptam választ. Próbálta, gondolom, elkezdeni a választ. Tehát azt kérdeztem, hogy miután oda ment a bátyához, az eredménytelenek elvetés után, addig az időpontig, amíg a Bacsinisztus felé lefordultak, együtt volt-e, tehát végig a bátya mellett volt-e, vagy már az az időre is igaz, hogy ilyen 5 méteres közben megjött volt. Így van, 5 méter 3, nem tudom pontosan, a bátyámtól nem akarok elindikálni semmiféle, hogy mondjam, tehát én azt éreztem, hogy a bátyám hallgat rám, és egy bizonyos, lehet, hogy nem jó egészen a szó, hogy megszeppent, de az sem jó, hogy megrémült. De azért mégis valami ilyen vegyes érzésekkel az öccse, aki 5 évvel fiatalabb, annak a javaslatára azt gondolom egyfajta megnyugvás vagy bölcsességgel szállt azon a gondolattól, hogy menjünk innen ki. És amikor túl voltunk ezen az adrenalin sokkon, néhány perccel később, ugye, mint ahogy mondtam, kísértünk, legalább 10 percet távol voltunk az eseményektől, és akkor, amikor visszajöttünk a Bajcsira, már egy még aktívabb környezet volt. Ott már elkülönültek azok a személyek, akik a tömegből kiválva a kezdeményezően léptek fel a rendőrség ingerlésére, mert ugye már... Ez már utána volt. Jó, akkor azt ugye tisztáztuk, hogy 5 méteres közönnek belül voltak ugye egymáshoz képest. Akkor úgy kérdezem, addig az időpontig, vagy azon időpont között, amikor a bátyához meg és akkor jutok a Bajcsira, akkor végig szemmel kísérte a bátyát, hogy erre nem volt lehetősége. Hát nézd, hogy most azt gondolom, hogy én egy pillanatra elfordultam, a 2 pillanatig, és a bátyám egy követ dobva a rendőrök felé, akkor egyértelműen azt mondom, hogy ilyen a bátyám nem tett, mert akkor erről a hősrepéről szerintem be is számolt volna, hogy nézd csak Gábor, milyen klasszul repül az a kő, és dobtam, vagy 25 méterben a rendőrök 60 méterre állnak. Szóval infantilis szituáció
lett volna, és a bátyám nem infantil is. Jó, tehát akkor a válasz az volt, hogy egyértelmű, hogy a bátyám nem dolgott követ rendőrök felé, ezt nekem elmondta volna később, illetve egy infantilis dolognak volna a 60 méterre álló rendőrök felé követ dobni. Jó, akkor még egy kérdésem lenne, hogy olyan emlékszik el, hogy ott a Balcsi-Nézki úton volt-e könyvkászkálmát, amit esetleg ön vagy a bátyja arrébb akar tudni, vagy bármit akar ezzel csinálni? Nem emlékszem ilyesmire. Én találkoztam könyvesző gránáttal, de az a Teák téren volt, és azt arra rúgtam. Remélem az ügyész úr nem indít ellenem eljárás. Tehát egész estét tényleg.